Pakson locsolókocsival hűtötték az aszfaltot a 35 fokos hőségben szerda reggel. Hiába a nagy meleg, ennek a dinnyárusnak a legforróbb órákban is kint kell tartózkodnia, szerencsére sátor alatt. Ugyebár a sátorra, úgymond, meg a van itt víz nekem behűltve. Más pedig egy gyors bevásárlás után siet is haza, csak a négy fal között tudja elviselni a tikkasztó hőséget. Nem bírom, sajnos. Ez a baj, hogy szívelégtelenségben is szenvedek. Azt mondjuk, máma hűs van, azt itt van, olyan melegen van, hogy majd meghú. Nem bírjuk. Kalocsán többen a Párakapunál hűtötték le magukat. A szökőkút folyamatosan üzemelt, a fagylalt is fogyott. A járókelők közül többen terveztek vizes programot vagy strandot aznapra. Otthon a medence lesz esetleg. Azt mondják, nehezen viselik a szélsőséges időjárást, a kánikulát, a nagy viharokat. Mindenképp elmegyünk fagyizni a gyerekekkel, mert 3 gyerkőc van, és aztán csak a vízparton tudjuk ezt a nagy hőséget kibírni. Míg hétvégén a jégeső és a felhőszakadás okozott több helyen problémát, addig hét közepére már ismét közel 40 fokot mérnek a hőmérők. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szóvívője azt mondja, nincs több vihar Magyarországon idén, mint korábban, ám valóban hevesebbek, mint az elmúlt években. Általában a napok óta fennálló hőséget lezáró hidegfront okozza az olyan extrém időjárás, mint amilyen július 9-én volt. Az intenzívebb melegedést követő időszakokat általában heves események szokták lezárni. Nagyobb az ilyenkor a légkörben felgyülemlő potenciális energia, amit hasznosítani tud a légkörünk ilyenkor, és ezáltal a hőségeket, hős hullámokat követő időszakban gyakran előfordulnak ezeket a hőséget lezáró intenzív heves események. Az előrejelzés szerint a hét második felében ismét heves viharra készülhetünk. Heves esőzéssel, tehát intenzív csapadékkal, felhőszakadással járnak majd ezek az ivatarok, de viharos szélre is azért számítunk ezek kapcsán, illetve azért meg kell jegyezni, hogy felhőszakadás során is kialakulhat jégeső. Rövid idő alatt nagy mennyiségű, mintegy 20-25 mm csapadék eshet le Tolna megyében a hét második felében.